Az emberek élete váratlan fordulatokat vehet, ami mások sorsát is befolyásolhatja. De vannak sorsok, amelyek az egész világ alakulására kihatnak. A 20. század néhány híres vezetőjének életében is akadt egy-egy sorsdöntőnek bizonyuló fordulópont. A porosz trón örököse volt, de gyerekként éveken át pokoli kínokat kellett kiállnia. Rosszul nézett volna ki, ha bejelentik, hogy megvan a trónörökös, de nem teljesen épp. Szülei arra nevelték, hogy békét hozzon Európának, de egyetlen szavukat sem fogadta meg. A történelem egyik legvéresebb háborújába vezette népét. Németország vesztett, Európa jó része romokban hevert, 10 milliók vesztették életüket. A megszülető második Vilmos császárt Nagy-Britanniához és Németországhoz is szoros szálak fűzték. Viki az édesanyja, Viktória brit királynő és Albert szász coburgi herceg legidősebb lánya volt. 17 éves korában ment férjhez, Frigyes Vilmos porosz koronaherceghez. Sokan úgy érezték, Vikit felkészítették a porosz udvarban játszandó szerepére. Mintha ügynökként küldték volna oda, hogy befolyásolja férjét, a leendő királyt, és rajta keresztül az egész porosz politikát. Házasságuk után nem sokkal Frigyes apja első Vilmos néven a porosz trónra lépett. Oroszországot Európa szerte reakciós, militarista államnak tartották, féltek tőle és gyűlölték. De Viki hercegnő és porosz herceg férje, Frigyes Vilmos, a berlini udvar mércéje szerint liberálisnak és haladónak számított. Hittek abban, hogy Poroszország és a nagyhatalmú brit birodalom szövetsége szavatolja a békét Európában. Küldetésüknek érezték, hogy liberalizálják és brit mintára parlamentáris monarchiává tegyék Poroszországot. Akkoriban Nagy-Britannia volt a világ legerősebb hatalma, a tengerek vitathatatlan ura. De Poroszország fokozatosan a legerősebb német állammá emelkedett, és a többi német államra is ki akarta terjeszteni hatalmát. Amikor Vilmos megszületik, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az európai uralomért folyó harc konfliktusokat szülhet, háborúvá fajulhat. Frigyes koronaherceg és Viki koronahercegnő elsőszülött fiához nagy reményeket fűztek. Az 1859. január 27-én Berlinben született Vilmos az apja után második volt a trón öröklési rendben. Felcsillan a lehetőség, hogy Poroszország liberális irányban fejlődik tovább. Vilmos trónra lépését ezért szinte a kezdettől fogva komoly várakozás előzi meg. De már a szülés sem ment könnyen. Az alig 20 perccel korábban a helyszínre érkező orvos megállapította, hogy a baba farfekvéses, és a feje fölött tartja mindkét karját. A szülésnél csak egy katonaorvos volt jelen, aki soha életében nem találkozott még ilyen esettel. Mivel az anya és a magzat élete is veszélyben forgott, radikális beavatkozásra szánta el magát. Úgy próbálta kiszabadítani a magzatot a szülőcsatornából, hogy lehúzta a karjait a feje fölül. Csak hogy eközben megsérültek a bal kart mozgató idegek. A kicsi maradandó idegkárosodást szenvedett. Bal karja megbénult. Viki haragudott a gyermekre, amiért nem lett teljesen ép. És magára is, amiért kudarcot vallott. Nem sikerült tökéletes trónörököst a világra hoznia, és ezzel veszélybe sodorta Poroszország fényes jövőjét. A
A házas pár kezdettől fogva megpróbálta titokban tartani a dolgot. A színfalak mögött az anya elhatározta, hogy korrigálja a gyerek testi hibáját. Hogy olyan legyen, ami ennek egy királynak, egy európai egységet teremtő uralkodónak lennie kell. Vilmost ezért egész gyermekkorában szokatlan és borzalmas kezeléseknek vetették alá. Hetente kétszer leöltek egy vadnyulat, felvágták a hasát, és a meleg húst a bal karjára tették. Hát, ha átsugázik rá az állat életereje. Mivel a véres állatfürdő haszontalannak bizonyult, a szülők erőszakosabb módszerhez folyamodtak. Miközben Vilmos járni tanult, úgy próbálták a sérült bal kar használatára kényszeríteni, hogy a testéhez szíjazták az egészséges jobb karját. Így azután egyik karját sem tudja használni járás közben. Gondoljuk csak el, hogyan éli meg mindezt a gyerek, és hogyan viszonyul a felnőttekhez, akik erre kényszerítik. Milyen tehetetlennek tarthatja őket, ha nap mint nap kénytelenek ezzel próbálkozni? In being forced to undergo these treatments every day for years. Amikor kiderült, hogy a baloldali nyakizmai így sem fejlődnek, és a feje jobbra billen, egyfajta egyenesítő szerkezetbe szíjazták bele a gyereket. A szerkezetet gyakorlatilag egy vasrúd és néhány szíj alkotta. A háta mögött futó vasrúdat a derekához és a lóhámhoz hasonlóan a nyakához szíjazták. Hátul volt egy csavar, azzal tudták egyenesbe állítani a fejét. A csavart naponta háromszor meghúzták, de két év múlva kiderült, hogy ez a módszer sem segít. Így hát elvágták a fejbiccentő izom és a jobboldali kulcsont közti inat, hogy könnyebben mozgathassa a fejét. De ekkor már hajlítani sem tudta a bal karját. A szülőknek végül el kellett fogadniuk, hogy a bal karja megbénult. Mindez Viki érzelmeire is nagyban hatott. Anyjának, Viktória brit királynőnek írt leveleiben bevallotta, hogy nehezére esik úgy szeretnie Vilmost, mint a többi gyerekét. Soha nem tudta túltenni magát azon, hogy legfontosabb feladatát nem sikerült teljesítenie. Egyébként kimondottan intelligens, céltudatos nő volt, de ez a mozzanat az egész további életét megkeserítette. Miután nem sikerült meggyógyítani, a szülők megpróbálták titokban tartani az állapotát, és a taníttatásával ellensúlyozni a testi hibáit. Zeneértő emberré kiváló rajzolóvá kell válnia, latint kell tanulnia. Az anyja egy hét alatt elolvasandó 1000 oldalas regényekkel bombázza. Reggel 6-kor kell kelnie, és este 8-9-ig matematikát, görögöt és latint tanulnia. A porosz udvarban bevett gyakorlat volt, hogy a hercegek oktatását egy magasrangú katonatiszt felügyelte, aki a szabályok és a katonai hagyományok tiszteletét is beléjük nevelte. De Vilmos szülei egy civilt is találtak erre a feladatra. Dr. Georg Hintzpeter is arra törekedett, hogy liberális, haladó uralkodóvá nevelje a gyereket. De az oktatási módszerei igen merevek voltak. Rendkívül magas követelményeket állít elé. Soha semmivel sem elégedett. Nem engedi játszani, pedig a játék szerves része egy 9-10 éves gyerek életének. Úgy okoskodik, hogy Vilmosnak csak arra van szüksége, ami a császári hivatás betöltéséhez kell. Hintzpeter 10 éven át döntő hatással volt Vilmos személyiség fejlődésére. Vaskalapos módszereivel lankadatlanul azon fáradozott, hogy erősítse a gyermek önbecsülését, öntudatát. Olyas valakit farag belőle, aki számára a felsőbbrendűség érzet, az önzés, az önteltség és a rámenősség egyfajta védekezési mechanizmust kínál, amellyel urrá lehet a helyzeten. Senki sem látta előre, hogy milyen pusztító következményei lesznek a gyerekkorában elszenvedett fizikai és lelki traumáknak. Már
II. Vilmos császár militarista, ellentmondás nem tűrő uralkodó volt, aki háborúba vitte Németországot Nagy-Britannia ellen. Pedig gyerekkorában a szülei azt akarták, hogy trónra lépve reformokat vezessen be, és Nagy-Britanniával szövetkezve békét hozzon Európának. Mindent megtettek, hogy testi hibája ne akadályozza meg ebben. Csak hogy amikor 1862-ben Otto von Bismarckot nevezték ki Poroszország miniszterelnökévé, a békés, stabil Európához fűzött reményeik szerte foszlottak. Bismarck velejéig reakciós figura. Nem is csinált titkot belőle, hogy meg akarja akadályozni Frigyes Vilmos és Viktória poroszországi terveinek megvalósulását. A koronaherceg nagy csapásként éli meg Bismarck kinevezését, lenézi, vad reakciósnak tartja a porosz kormány fejét. Otto von Bismarck közel 3 évtizeden át döntő szerepet játszott a porosz, majd a német politika alakításában. Fejlesztette, hatékonyabbá tette a porosz haderőt. Befolyása alá vonta a császárt, Frigyes apját és Vilmos nagyapját. Ezzel éveken át távol tudja tartani a koronaherceget és a hercegnét a hatalomtól, a politikától. A partvonalra került házaspár mindinkább Vilmoshoz fűzi reményeit. Belátják, hogy egyre kevesebb esélyük nyílik Poroszország megváltoztatására. Olyan fiút kell nevelniük, gondolták, aki ezt megteszi helyettük. Ám Viki és Frigyes törekvéseit, hogy Vilmosból felvilágosult uralkodót faragjanak, 1871-ben újabb csapás éri. Poroszország vezetésével létrejön a Német Birodalom. Bismarcknak kulcs szerepe van a folyamatban. A többi német állam vonakodik ugyan, de kénytelen átvenni a porosz módszereket. Németország egyesítése nacionalista büszkeséggel töltötte el a 12 éves Vilmost. Második volt a sorban, esélye nyílt rá, hogy a jócskán megnövelt területű ország trónjára üljön. Látta, hogy gyarapodik az ország, hogy Bismarck egy nagy német birodalmat teremt. Közben pedig mindenhonnan azt hallotta, hogy ez a jövője, hiszen egyszer császár lesz belőle. Nem csoda, hogy nőtt a becsvágya. Foglalkoztatta, hogy mihez kezd, ha egyszer majd valóban ő uralja az országot. Viki és Frigyes attól félt, hogy Vilmost magába szippantja a konzervatív porosz politikai tábor. Eltávolították hát Berlinből, egy kasseli gimnáziumba iratták. Ellentmondásos helyzet volt ez egy porosz herceg számára. Házi tanítójával, dr. Hinz Peterrel érkezett Kasselbe. Gyötrelmesnek érezte az ott töltött időt. Viki mindent megtett, hogy távol tartsa fiát a nacionalista porosz világlátástól. Leveleivel erősíteni próbálta benne a brit felsőbbrendűségi érzést. Olyanokat írt, hogy Anglia a világ legerősebb birodalma, amelyben sohasem nyugszik le a nap. Szüleivel többször is Angliába utazik, hogy találkozzon nagyanyjával, Viktória királynővel. Viki megköveteli tőle, hogy angolul írja a leveleit. Azután kijavítja a hibákat, és úgy küldi vissza neki. Anyja nagy súlyt fektet arra, hogy fia a brit örökséget is magáénak érezze, de éppen az ellenkező hatást éri el vele. Mindörökre elidegeníti magától a fiút, aki Angliát nem a második hazájának, hanem a legyőzendő nagy ellenségnek tekinti. Miközben Viki a brit birodalom felsőbbrendűségéről győzködte a fiát, Vilmos egészen más jellegű leveleket küldött neki Kasselből. Bár Viki nagyon nyersen viselkedett vele szemben, Vilmos rajongott az anyjáért. A távolba szakadt fiú mohón vágyott a szeretetére, és szokatlan levelet intézett hozzá.
Azt írja, drága mama, éjszaka veled álmodtam. Egy másik hölgy társaságában sétáltunk a Sanssouci kastély parkjában. Vitatkoztatok, hogy melyikötöknek szebb a keze. Azután a másik hölgy levette a kesztyűjét, és megpillantottam, hogy milyen csúnya a keze. Olyan dühös lettem, hogy elvettem a napernyőjét, fejbe csaptam vele, és elzavartam. Azután átkaroltál és felvezettél a könyvtárodba, ahol te is lehúztad a kesztyűdet, felém nyújtottad a puha, bársonyos kezed, és megengedted, hogy megcsókoljam. Kérlek, ígérd meg, mama, hogy ezt a legközelebbi találkozásunkkor is megengeded nekem. De Vilmos nem azt a szeretetteljes választ kapta az anyjától, amelyre vágyott. Vicky úgy reagál, ahogy egy Victoria-kori anya. Zavarba jön, nem tudja, mit évő legyen. Azt írja, milyen fura fiú vagy te. Vicces egy helyzet, de persze titokban tartom, és ne aggódj, legközelebb is átölellek majd. A következő évben Vilmos még számos hasonló levelet írt. Gyakran azzal fejezi be őket, hogy csókolom a gyönyörű, drága kezedet. Nyilvánvalóan azt kéri tőle, hogy fogadja el olyannak, amilyen, azaz a testi hibájával együtt. A másik nő pedig, akit elűz, a rossz anya. Ő a jó anyát, a fehér kezűt akarja magának. Tudja, hogy Vicky miként viszonyul hozzá és a fogyatékosságához, de mindenáron el akarja fogadtatni magát. Ezekkel a levelekkel próbált Vilmos utoljára szeretetteljes kapcsolatot teremteni az anyjával. De Vickyt egyre inkább zavarják a fiú álmairól szóló levelek. Az egyiket úgy küldi vissza, hogy kijavítja benne a helyesírási hibákat. Mit mondjak, nem túl taktikus lépés. Egy másik alkalommal gyerekesnek, borzalmasnak, közönségesnek minősítette a kézírását, szánalmasnak a helyesírását. Vicky visszautasítása érzékenyen érintette Vilmost. A sok fizikai és lelki kín után, amin átment, ez volt az utolsó csepp a pohárban, amely végleg elrontotta a viszonyukat. Közben egy egészen új világ tárult ki előtte. Csak hamar mindent elutasított, amit a szülei fontosnak tartottak. Családi ellentétüknek messzeható politikai következményei lettek. Vilmos Pál fordulása nyomán végül egész Európa lángba borult. Embermilliók maradtak holtan a csatatereken. Második Vilmos császár fellengzős, militarista uralkodó volt, aki az első világháború poklába taszította Németországot. Pedig gyerekkorában a szülei megpróbálták haladó szellemű vezetővé nevelni, aki egységet teremthet Európában és békét hozhat a kontinensnek. 1877. januárjában Vilmos nagykorú lett. Egyre kevésbé hallgatott a szüleire. Liberális édesanyjával dacolva 1877 elején belépett az első gyalogos gárda ezredbe, ahol tiszti kiképzést kapott. A hadseregben végre valahára befogadták, amire egész életében vágyott. Úgy érezte, tartozik valahová. Dicsérik. A jövő hősét látják benne. Senki sem zaklatja többé a helyes írással. No one is giving him a hard time about his spelling anymore. A bajtársiasságot a Bonni Egyetemen is megtapasztalta, ahol tagja lett a porosz katonai hagyományokat ápoló Korps Borussia diák szervezetnek. Találkozik egy csomó emberrel, akik a leendő rangjának megfelelő tisztelettel veszik körül. Úgy érzi, alkalmas a feladatra, sőt, élvezni is fogja az uralkodást. Párbajozni ugyan nem tudott, de egyenruhában feszítve megtalálta önmagát.
A testtartása, az egyenruha állandó váltogatása, a beszédstílusa mind a katonai erőszakot sugallja. Azt, amit anyja mélyen megvet. Vilmos viszont ezzel próbálja ellensúlyozni testi fogyatékosságát. A fizikai megpróbáltatások, a korrekciós kísérletek, a szemrehányások évei után Vilmos úgy érezte, rátalált a saját útjára. Eddig minden arról szólt, hogy nem elég tökéletes. Most viszont hirtelen az lett. Határozottan szakít a szüleivel. Mire eljött Bonnból, egyértelműen elutasította anyja egységes Európáról szőtt álmait, és magáévá tette a merev, porosz katonai világ szemléletet. A fordulat beteljesedett. Bonnból természetesen nem a családi otthonba tér vissza, hanem az ezredhez. Azonosul a katonai kultúrával, és olyan emberekkel veszi körbe magát, akikkel szemben anyjának komoly fenntartásai vannak. A családon belül konfliktusba kerül egymással a két nézet, amelyet az uralkodó szerepéről és a Németország által követendő útról vallanak. Az egyik szerint Poroszországot liberális parlamenti monarchiává kell átalakítani, amely szövetséget köt Angliával. Vilmos fejében azonban a másik nézet vert gyökeret. Úgy vélte, azért jött a világra, hogyha kell, katonai eszközökkel is naggyá, Európa vezető hatalmává tegye Németországot, amely alkalmasint Nagy-Britanniától is elhódítja a világ elsőséget. Mire Vilmos nagyapja 1888-ban meghalt, Németország az európai kontinens legerősebb hatalmává nőtte ki magát. Haladó gondolkodású fia Frigyes ugyan trónra lépett, de már nem kormányozhatott. Rákos volt, haldoklott, nem sokkal korábban ki kellett operálni a gégéjét. 1888 márciusi trónra lépésekor már beszélni sem tud. Sorsa akár a liberális Németország végét is elképezheti. Frigyes 99 napi uralkodás után távozott az élők sorából. Fia Vilmos 29 évesen lett teljhatalmú német császár és porosz király. Brit édesanyjával végleg megromlott a viszonya. Soha többé nem békültek ki. 1888. június 15-én koronázták császárrá. Mindaddig mások határozták meg a nézeteit. A szülei azt akarták, hogy a saját elképzeléseiket valósítsa meg. A másik oldalon pedig ott volt Bismarck, a reakciós tábor, amely eszközt látott benne. Olyas valakit, aki fellép apja liberális nézetei ellen, és elősegíti a reakciósok győzelmét. De Vilmos császár senkinek sem akart a bábja, az eszköze lenni. Mivel uralkodni és kormányozni is akart, egy kézben összpontosította a hatalmat, állam és kormányfő lett egy személyben. Egyetlen más európai uralkodónak sincs akkora hatalma, mint a német császárnak. Ő pedig terjeszkedési politikát folytat, ami óhatatlanul konfliktusokhoz vezet. Az ország, amely az útjában állt, történetesen anyja szülőhazája Anglia volt. Azt tekintette ellenségének. Az agresszív, militarista világnézet, amelyet Vilmos császár magáévá tett, 1914-ben az első világháború poklába sodorta Németországot. Példátlan öldöklés és pusztítás kezdődött. A fiú, akitől az egységes Európa megteremtését várták, felnőttként ketté szakította a kontinenst.